Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Azért tartunk ma sajtótájékoztatót, mert az látszik, hogy a baloldal újabb és újabb terveket eszel ki, hogy az embereket megkerülve végrehajtassa az országokkal a kényszerbetelepítést. A bevándorlás párti baloldal ugye lerakott nemrég egy javaslatot az asztalra, ugye a bizottság nevében tették mindezt. Ez teljesen egyértelmű, hogy olyan magas büntetést, hogy 250 ezer eurót, majdnem 78 millió forintos büntetést tartalmaz minden olyan országra, aki nem fogad be menekülteket, hogy egyértelműen azt lehet mondani, hogy itt továbbra is kötelező elosztási mechanizmusról van szó. Brüsszel hivatalos javaslatában az állandó mechanizmussal gyakorlatilag lehetővé tenni a migránsok futószalagon történő betelepítését. A magyar kormány elsőként Európában az emberekhez fordult ebben a kérdésben, és népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítésről. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy most egy újabb veszélyes tervet is letett a baloldal az asztalra. Minden trükköt kitalálnak, csak hogy az embereket megkerülve, és egyébként a nemzeti kormányokat, akik nem hajlandók a kényszerbetelepítést végrehajtani, azokat is megkerülve végrehajt, végre tudják hajtani a kényszerbetelepítést. A többek között a Die című német labban jelent meg néhány nappal ezelőtt, az a legújabb terv, mely szerint a tiltakozó kormányokat megkerülve, Egyenesen a bevándorlók betelepítésére nyitott önkormányzatokkal állapodna meg az Európai Bizottság. Kifejezetten azért találták ki ezt az ötletet, hogy a kormányokat megkerülve migránsokat telepítsenek be azokba az országokba, ahol ezt a kormány vagy az embereknek a többsége nem szeretné. Magyarországon ugye például ilyen Botka László vezette Szeged városa. Ennek a tervnek egyébként a fényében még inkább értjük az Európai Parlament baloldali vezetőjének, Martin Schulznak azt a mondatát, Szegedről a Botka Lászlóról, mely szerint Szeged az egy baloldali város, ahová biztosan lehet menekülteket telepíteni. Brüsszel tehát pénzt ajánlana az ilyen önkormányzatoknak, hogy telepítsék be a bevándorlókat, sőt, a javaslat szerint a migránsok bele is szólhatnának abba, hogy az EU-n belül melyik országba, illetve melyik városba helyezzék el őket. A javaslat természetesen a bevándorlás párti baloldal európai politikusai készítették, egy német és egy portugál szociáldemokrata, ráadásul a német az nem más, mint Szigmár Gabriel, aki kancellár helyettes a szociáldemokraták részéről, tehát egy igen befolyásos baloldali politikusról van szó. A másikuk pedig egy portugál Európa parlamenti képviselő, a baloldal javaslata szerint a jelentkezés úgy történne, hogy azok a polgármesterek, akik menekülteket akarnak befogadni, a helyi vállalkozókkal, egyházakkal, egyesületekkel közösen írnák ki a pályázatukat. A pályázatban rögzítenik azt, hogy hány menekültet fogadnak be, és mit kínálnának ezeknek a menekülteknek, tehát munkahelyeket, lakásokat, akár nyelvtanfolyamokat is. Semmi kétségem nincsen afelő, hogy a baloldal polgármesterei itt Magyarországon is első között jelentkeznek a, majd erre a, 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 a javaslatra, illetve a, a betelepítésre. A Fidesz-KDNP a leghatározottabban elutasítja ezt a javaslatot, és ezt az újabb veszélyes tervet is. Senki nem hatalmazta fel egy ilyen döntésre, döntésre se Brüsszelt, se a baloldal politikusait, se pedig a baloldali polgármestereket. Csak a magyar emberek dönthetnek arról, hogy kikkel akarnak együtt élni, és kikkel nem. Ezért van szükség a népszavazásra, amelyet a bevándorlás párti erők minden erejükkel támadtak, és látható, hogy támadnak. Újra, illetve azt is láthatjuk, hogy újabb és újabb tervekkel állnak elő annak érdekében, hogy a kényszerbetelepítés ötletének érvényt tudjanak szerezni.